Furulya szóval köszöntötték azokat a külföldi hallgatókat, akik a Nyíregyházi Egyetemen kezdik az idei tanévet. 17 országból 41 diák tanul majd a kampuszon. A szomszédos országok mellett dél-amerikai, dél-kelet-ázsiai hallgatók és afrikai diákok is érkeztek. Joana hattársával együtt Angolából jött. A Nyíregyházi Egyetemről ismerőseitől hallott, egy éven át magyarul tanul majd az intézményben. Fontosnak tartom, hogy lehetőségem nyílt magyar nyelvet tanulni. Ez nagyban segíti majd a tanulmányaimat jövőre orvostan hallgatóként. Az előadások mellett a kórházban is lesz gyakorlati oktatás, és szerintem sokkal könnyebb lesz, ha értem a helyiek anyanyelvét. A hallgatókat az egyetem rektora is köszöntötte. Az intézményben jelenleg a magyar, mint idegen nyelv és az angol nyelvi előkészítő kurzusok a legnépszerűbbek. De van olyan diák, aki a biológia vagy az agrármérnök alapszakokon tanul majd. El kell ismernem, hogy egy lemaradást próbálunk behozni. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtük el a nemzetközi esítési programunkat, de sajnos a pandémia ez egy kicsit megakasztotta, hiszen a bejövő hallgatók nem kaptak vízumot, illetve nem is tudtak eljutni arra a helyre, ahol a vízumot adták nekik. De úgy látom, hogy most egyre inkább nyitottabbak már a határok, a nagykövetségek, és még most is fogunk várni hallgatókat. Elkezdtük, ami nagyon pozitív, hogy most már megnyertük a 3 éves keretet a Stipendium Hungaricumra, és folyamatosan fognak állam által támogatott hallgatók jönni, de itt vannak az Erasmusos hallgatók is, és a fizetős hallgatók is. A következő tanévben 5, majd 7 angol nyelvű képzést terveznek a magyar és az angol előkészítő kurzusok mellé. A köszöntőn az is elhangzott, a Nyíregyházi Egyetem soha nem látott infrastruktúrális fejlesztések előtt áll, melyben fontos szerepe van az intézmény nemzetközi esítésének is. A beruházások között kollégiumbővítés, informatikai fejlesztés, új közösségi terek kialakítása is szerepel. Az intézmény vezetők szándéka, hogy a Nyíregyházi kampuszt digitális egyetemmé és a magyar, mint idegen nyelv tanításának országos központjává tegyék majd.